Meddig? Uram, te néked olyan sok a Pétered. Sokak a nagy csütörtök éjszakáid, s olyan kevés a csendes Jánosod, aki nem ígér, nem fogadkozik, de elkísér egész a Golgotáig. Mert olyan könnyű azt kimondani egy izó percben, meghalok veled. De annyi minden visszahúz még, ha ránk borul a szörnyű éjszaka, ha megérint a fagyos lehelet, talán csak egy kicsi gyermek mosolya, vagy hitves, könyvfátyolos szeme. Susognak a szélben a ringó habok, a halászbárka otthonképe hív. Ó, legalább búcsúzni kellene. Hamu alól is az életösztön is felparázsdik. Ó, ilyen hirtelen. S már el is hangzott a nem ismerem. Uram, te néked olyan sok a Pétered, sokak a csütörtök éjszakáid, hadd lehessek én a csendes Jánosod, aki nem ígér, nem fogadkozik, de hű marad egész a Golgotáig. Thank you.
Turmezei Erzsébet feltámadott. Egy édes titkom van nekem, fénnyel betölti életem. Mosolyra nyitja számat, a megváltó feltámadt. Nem, nem maradt a sír ölén, újongok az örömtől én. Hisz nem vagyok már árva, nincs többé sírba zárva. Velem van nappal és éjjelen, mindig velem, mindig velem. Az úton ő vezérel, oltalmazó kezével. Virágok, illatozzatok, húsvéti tiszta fény ragyog, elűzve minden árnyat, a megváltó feltámadt. Áldás békességet kívánok, szeretettel köszöntöm kedves testvéreimet. Megköszönjük mindnyájuk nevében az énekkar szolgálatát. Énekeljük, kedves testvérek, gyülekező énekként a 234. ének valamennyi versét. 234. ének így kezdődik, jár, kérjük Isten áldott szent lelkét, legfőképpen az igaz hitért. Melléka jól
énekeljük fennálló énekként a 186. énekünket. A 186. ének így kezdődik: e húsvét ünnepében, e húsvét ünnepében dicsérjük Isten szívvel. Kérem, foglaljon helyet a gyülekezet, és így énekeljük a 349. ének első három versét. 349. ének első három versét énekeljük, így kezdődik: Jézus meghalt bűneinkért, harmadnap feltámadott. Oh.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az Úr Jézus Krisztusnak az evangéliumát, amely írva található a Márk írása szerinti Szent Evangélium 16. fejezetében, a 9. verstől a 18. verse bezárólag. Míg Isten igéjét felolvasom, a gyülekezet foglalja el helyét. Így szól hozzánk Istennek üzenete, Márk írása szerinti Szent Evangélium 16. fejezetéből, a 9. verstől. A hét első napján, korán reggel, miután feltámadt, először a Magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt üzött ki. Ő elment és megvitte a hírt követőinek, akik gyászoltak és sírtak. Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el. Ezután más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Végül pedig megjelent magának a 11-nek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk: menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kigyókat vesznek kezükbe, s ha valami halálosat isznak, nem árt nekik. Betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Isten lelke tegye áldottál szívünkben meghallgatott szent igéket, értek, ezért imádkozzunk. Mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, megköszönjük te néked, hogy ebben az esztendőben is emlékezhetünk. Emlékezhetünk halálodra és feltámadásodra. És tudjuk, hogy élsz, és minden hatalom a te kezedben van. És szeretnénk mi is a te hatalmad alatt élni, reménységgel és hittel. Ajándékozz nekünk húsvéti hitet. És add, hogy tovább is tudjuk adni ezt az üzenetet. Mert nem akarod, hogy a te néped hitetlen legyen. Nem akarod, hogy ne higgy el, hogy van folytatása az életnek. Mert aki hisz, annak életében az élet után élet következik. Hiszen a halál csak átmenet e jelen való világból az eljövendő világba. Urunk, könyörülj rajtunk, légy itt közöttünk, lelkeddel és igéddel, és szólíts meg minket. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjének meghallgatására készülve énekeljük a 348. dicséretünknek az első versét, amely így kezdődik: örvendezzetek egek, ti is földi seregek. Thank you.
Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amelynek alapján bizonyságot kívánok tenni a gyülekezet előtt, írva található a Márk írása szerinti Szent Evangélium 16. fejezetében, a 15. és 16. versben eképpen. Ezután így szólt hozzájuk, menjetek el, szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Tessenek helyet foglalni. Húsvétot ünneplő keresztény gyülekezet, Istennek népe, mindig öröm, amikor egybe gyülekezünk azért, hogy a feltámadást, a Jézus Krisztus feltámadását megünnepeljük. Ez volt az az első ünnep, amit azonnal megünnepeltek a keresztjének. Hiszen a hét első napján támadott fel Jézus Krisztus a halálból, és utána a szombat helyett, a zsidók szabbatja helyett, nyugalom napja helyett, ez lett a vasárnap, lett az az ünnepnap, amit azóta is az első keresztjénektől kezdve mind a mai napig ünnepelünk. Úgy is nevezzük, a Káténk így is írja elő, hogy ez az Úr napja. Az Úr napja, hogy ezen a napon támadott fel az Úr, ezt hétről hétre megünnepeljük. És átérezzük azt, amikor eljövünk az Úr házába, hogy meghallgassuk az Isten tiszteleteket, hogy mindig tudjuk, hogy az Úr napján vagyunk. Hogy az Úr napján egybegyülekezünk, mert ő él. És neki szava van hozzánk az ő lelke által, az ő igéjéből. És ezt az igét kell nekünk elmondani mindenkinek, hogy hétről hétre és évről évre ebben a hitünkben megerősödjünk. Márk evangéliumának a 16. fejezete is azzal kezdődik, hogy elmúlt a szombat, elmúlt a nyugalom napja. Ugye nagy pénteken Jézus Krisztust megfeszítették a kereszten, meghalt, levették a keresztről Arimátiai József, és János evangélium alapján Nikodémus, és eltemették őt egy új sziklába vájt sírboltozatba. Hatalmas követ hengerítettek elé, aztán őrizték Jézus Krisztus sírját, hogy föl ne támadjon a halottak közül, de amikor eljött a harmadik nap, és elmúlt a szabbat, a nyugalom napja, akkor angyal szállt le a mennyből, egy vagy kettő, az evangéliumok közül a kettő egyet említ, a másik kettő kettőt, és elhengerítették, földrengés lett, elhengerítették a követ, és a hatalmas Isten az ő fiát kihozta a halál állapotából, és azt, amit meghirdetett, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, az megvalósult, mert nem csak Lázárt hívta ki sírjából, hanem zsengéje lett, első lett azok közül, akik elaludtak, akik meghaltak, és azt mondja, hogy én élek, de általam ti is élni fogtok. Az ő feltámadása és az ő élete bizonyos záloga annak, hogy Jézus Krisztus után a benne hívőket föltámasztja az örök életre, a benne nem hívőket pedig az örök ítéletre, és az ítélet után pedig a kárhozatra. Igen, testvéreim, itt is le van írva, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Milyen egyszerűen, Márk mennyire egyszerűen fogalmazza meg, hogy mit kell tennünk. Hinni, keresztelkedni, és üdvözíteni fog minket az Úr Jézus Krisztus. És aki nem hisz,
már itt ezen a földön meglátszik az ő életében, hogy nem akarja azt az utat választani, amit számára az Úr Jézus Krisztus kijelölt. Kedves testvéreim, tehát elkezdődött a szombat után, amikor az Úr Jézus még a sírba feküdt, és elérkezett a húsvét, amikor diadalmasan kijött a sírjából Jézus Krisztus. És ezt a diadalmat azóta is 2000 éven át hirdetjük. De nézzük meg! Én azon gondolkoztam, mert most Márk írása szerinti Szent Evangéliumot olvassuk napról napra, azon gondolkoztam el, hogy Márk igazán őszintén leírja a hitetlenséget. És testvéreim, ha szétnézünk ebben a világban, akkor olyan sokan vannak azok, akik azt mondják, hogy nem hisznek. Kedves testvéreim, és ezt Márk evangélista nem kendőzi el, hanem nyilvánosan kijelenti, hogy el akar akadni a jó hír. Ugye egy angyal megmondja, hogy az asszonyoknak, akik kimennek, hogy menjenek és mondják meg a tanítványainak, hogy Jézus él, és menjenek Galileába, és majd ott meg fogják őt látni. És Márk evangélista azt mondja, hogy ezek az asszonyok félelmükben nem mondják el, hogy Jézus él. Aztán Jézus nem nyugszik bele, mert az, hogy ő él, azt mindenkinek tudnia kell. Akkor megy Mária Magdalénához, aki szintén még ott sír, és nem hiszi el, hogy Jézus feltámadt. És megszólítja. János evangélista leírja, hogy megkérdezi Jézus, hogy Jézus az asszonytól, Máriától, hogy azt, hogy miért sírsz? Kit keresel? És akkor Mária azt gondolja, hogy azért üres a sír, mert elvitték az ő urát. És nem tudja, hogy hova tették. És testvéreim, olyan különösképpen tudja az Úr Jézus kijelenteni magát, hogy a feltámadottat felismerjék. Mert egyszer hátra néz, de a látása nem, látás után nem tudja, hogy Jézus áll mögötte. De amikor azt mondja Jézus, hogy Mária, akkor Mária megfordul és azt mondja, hogy Rabbuni, azaz mester, felismeri. Felismeri, ahogy megszólította őt, ahogy neven szólította, ahogy Ézsaiás próféta könyvében olvassuk, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged, enyém vagy. És őt is küldje a tanítványaihoz. És ő elmegy a tanítványaihoz, és azt mondja, hogy Jézus él. És nem hiszik el a tanítványai sem. Aztán két ember megy vidékre, Emmausba. Jézus hozzájuk szegődik. Nagyon szomorúak. Elhagyják Jeruzsálemet. Úgy gondolják, hogy a Jézus ügynek vége. Szép volt az a 3 év. Szép volt az, amit tett Jézus. Betegeket gyógyított. Halottakat támasztott fel. Legyőzte a természet erőit. Messiási jeleket tett, hogy hitük legyen az embereknek, és most mennek kifelé. Milyen sokszor mi is átélünk dolgokat, és utána elfelejtjük, emlékké válik számunkra mindaz, ami megtörtént velünk. És nem él elevenen a szívünkben, hogy Jézus, nem csak 3 évig lehetett járni, hanem Jézussal örökkön örökké lehet élni. Kedves testvéreim, és ez a 2 tanítvány is visszamegy, és azt mondja, hogy Jézus él, és nem hisznek. Nem hisznek annak a 2 tanítványnak sem.
Aztán Jézus megjelenik a 11-nek. Testvéreim, ugye elgondolkoztam, hogy Jézus az alatt a 40 nap alatt, amíg még itt élt a földön, a feltámadása után, és nem ment még föl a mennybe, áldozó csütörtökön addig, összegyűjtötte az övéit. Már azoknak nem jelenik meg, akik nem hittek benne. Csak azoknak, akik az övéi, akik hitetlenkednek, azoknak, összegyűjti, hogy legyen kit küldeni majd szerte az egész világra. Kedves testvéreim, nem olyan régen olvastam egy könyvet Szandu Szundár Szingh életéről, és az egyik tanítvány Indiába jutott el. Tamás tanítványoknak nevezik a mai napig azokat a keresztényeket, akik az ő hitére, az ő bizonyságtételére tértek meg. És a 19.-20. században Angliából mentek ki misszionáriusok, hogy vigyék a jó hírt a Indiában élő embereknek. És ez a Szandu Szundár Szingh eljutott a déli területekre. És most tessenek hallgatni, 800 000 Tamás tanítványra lelt. És szemükre vetette Szandu Szundár Szingh, hogy ha ti itt vagytok délen, India déli részén, miért nem jöztök fel éjszakra, és hirdetitek az igét, és miért kell várnotok, hogy Angliából jöjjenek a hívő keresztény misszionáriusok, hogy hirdessék nektek az Isten igéjét. Ugye tudjuk, hogy Tamás is először nem hitte el. Hitetlenkedett, kételkedett. Azt mondja, csak akkor hiszek, ha látom a kezen a szegek helyét. Csak akkor hiszem el, hogyha ujjamat az oldalába teszem, és meglátom ott a dárda helyét. Kedves testvéreim, milyen sokszor nekünk is ez a legnagyobb bajunk, legnagyobb bűnünk, a mi hitetlenségünk, hogy mindent elhiszünk, de azt az igazságot, amit Jézus hozott, azt az örömhírt, amit ő meghirdetett, és feltámadásával megpecsételt, hogy győzött, mind győzött Jézus a bűn, a sátán, a halál felett, ami ellenségeink felett győzött, és Jézus győzött, és nincs kárhozat. Jézus vére bűnt eltörlő váltságáldozat. És ezt nem hisszük el. Hitetlenségben élünk. Akkor azt mondja itt az íge, hogy aki pedig nem hisz, elkárhozik. De Jézus azért győzött, hogy ne kárhozzunk el. Jézus azért győzött, hogy a szívünkbe ott éljen a hit. Kedves testvéreim, elakad. Elakad az asszonyok szívébe, hogy az örömhírt továbbadják. Milyen sokszor elakad a mi szívünkben is. Hogy megválogatjuk, hogy kiknek mondjuk el a hitünket. Azt mondjuk, hogy én hiszek. Összeteszem a kezemet, imádkozom minden nap. De a közösségben nem jövök el. Én hiszek, mondjuk, de senkinek nem adjuk tovább. Én hiszek, mondjuk, de nem mondom el a gyermekeimnek. Nem csepegtetem a szívükbe az ígét. Nem mondom el az unokáimnak, amikor rám bízzák. Nem mondom el nekik, hogy gyermekem, kiskacsóid összetéve szépen imádkozzál, drága kisfiam. Nem mondjuk el. Azt mondjuk, hogy elég, ha én hiszek, ha nem kárhozom el, de nem adom tovább. És nem hitték el Máriának, Mária Magdalénának, nem hitték el a
két tanítványnak, akik vidékre mentek, de visszatértek, mert találkoztak Jézussal. És testvéreim, így van ez. Egyszer a gyermek órások elmondták, hogy megkérdezték a gyermekeket, amikor a 10 szűzről szóló példázatról volt szó, hogy azok a szűzek, az okos szűzek, akik vittek magukkal olajat, pótolajat, tartalékolajat, miért nem tudták átadni a balga szűzeknek, hogy ők is várják a vőlegényt, és amikor megérkezik, ők is tovább tudják, vagy ők is tudják fogadni, és be tudjanak együtt menni vele a mennyegzői hajlékba. Akkor azt mondta az egyik gyermek, azért, mert a hitünket nem lehet kölcsön adni. Mária Magdaléna hite, a két tanítvány hite nem volt elég a 11-nek. A másik hite nem elég nekem. A szüleim hite, a nagyszüleim hite nem elég nekem ahhoz, hogy én is higgyek, ha én nem fogadom el Jézust, ha nem keresem. Mert ő azt mondja, hogy keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyitatik néktek, mert akik, és kérjetek, mert adatik néktek. Nekem kell magamnak keresnem. Nekem kell magamnak találkoznom. Ahogy találkozott a 11-jel Jézus Krisztus, és legelőször a bűneikre emlékeztette őket. Azt mondta nekik, hogy miért nem hittetek a bizonyságtevőknek. Testvéreim, ott az a 11 kellett, hogy szembenézzen azzal a ténnyel, hogy Jézus a feltámadott először is megrótta őket hitetlenségük miatt. És testvéreim, ha magunkban nézünk, hányszor kellene a feltámadottnak utánunk jönnie, szólongatnia, szemünkre vetni kemény szívűségünket, hogy nem hiszünk ő benne. Pedig ő jött. Jött a menny dicsőségéből. Jött, hogy meghalljon értünk a Golgota keresztjén. Jött feltámadása után is. És azóta is azt ígéri, hogy velünk van. Imént ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ő jár a padok között. Lelke által megpróbál minket meggyőzni, és igéje által élek. A mennyben, az Atya Isten jobbján. És ott is imádkozik értünk, hogy el ne fogyatkozzék a mi hitünk. Imádkozik, hogy hitetlenség helyett hívőkké váljunk. Krisztus hívőkké. És utána azt mondja, hogy előttetek megyek. Előttetek megyek, hogy találkozzatok velem Galileában. Előttünk megy Jézus. Akkor is, ha szomorúak vagyunk, akkor is, ha sírunk, ha gyászban járunk, ha nehéz a keresztet hordoznunk, ha betegek vagyunk, velünk van az Úr. Előttünk megy, és azt mondja, hogy velünk van, és velünk együtt munkálkodik. Azt mondja, ha hitre jutunk, akkor ez a hit, ennek a hitnek meg kell látszódnia az életünkön. Jelekkel, hogy kövessék a mi hitünket. Jézus nem azt mondja, hogy ki lehet sajátítani ezt vagy azt az ő követőinek,
De azt ígéri, hogyha az ő útján járunk, és benne hiszünk, megtapasztaljuk, hogy velünk együtt munkálkodik. Amikor Jézus visszament a mennybe, és 10 nappal azután kitöltetett a Szentlélek, akkor ugyanazok a jelek követték a tanítványokat, amikről itt beszél az Úr Jézus. Mit is mond? Hadd olvassam fel újra. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik. Betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Kedves testvéreim, az első keresztjének életében ez mind szóról szóra bekövetkezett. De feltehetjük a kérdést. Mi van napjainkban? Az Úr Jézus keze nem rövidült meg ma sem. Az ő hatalma nem lett kisebb. És amit kérünk, és az ő akaratával egyezik, ő azt meg tudja számunkra adni. És ő ezt meg is teszi. Hányszor éljük át, hogy imádkozunk, és meggyógyul egy beteg? Hányszor éljük át, hogy ördögöket űzünk? Hogyan is? Az Isten szeretete ott él a szívünkben, és az ő szeretete által az emberek önzése, az emberek szeretetlensége, és sok-sok keménysége, hitetlensége egyszer csak magától, kegyelemből megnyílik. Egyszer csak megváltoznak az életek, és nem tudjuk. Egyszer egy lelkész mondta el nekem, hogy elmond egy igét valakinek, és az ige elvégzi annak az embernek a szívében a munkát, és megtér. És Jézus követője lesz. És ezt megteheti egy gyermek is. Egy kicsi gyermek elmondta nekem. Ennyit mondott. Jézust követem. Testvéreim, Jézus a kicsinyekben, a nagyokban, a fiatalokban és az idősekben el tudja végezni a maga munkáját. Az ő lelke és hatalma által. Nem mi végezzük el. Nekünk az adatot, hogy meghirdessük, hogy elmondjuk. De hitet Jézus Krisztus ad. Ez ajándék. Kérni kell, hogy ajándékozzon meg minket a feltámadott élő hittel. Hogy ezzel az élő hittel tudjunk tovább menni. Azt mondja az ige, hogy hirdetni kell az Isten igéjét az egész világon. A női ima napunkon mindig egy-egy csoport elkészíti az ima témákat. És az egyik évben a Bahamák szigetein, körülbelül 21 szigeten élő asszonyok, ilyen apró pici szigetek, készítették el az ima témákat. És úgy bele csodálkoztam, hogy az apró szigetekre is, az egész világon a 21. században hirdetetik az evangélium. Hol a hiba? Kiben van a hiba? Bennem? Benned? Megakad? Elakad? Hitetlenné válunk? Nem halljuk meg? Nem adjuk tovább? Kérdéseket vet fel az Úr ma is.
Mi az oka, hogy az egész világ nem jön Jézushoz, hiszen ő így hív magához minket, és így hív a megterített urasztala is. Urasztala, a jegyek, a jelek, jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok, akik terheket hordoztok, hogy nyugalmat találjatok a ti lelkeiteknek. Így hív magához az Úr, így kéri, hogy higgyük el, hogy ő él, és ha elhisszük, megtapasztaljuk jeleit, csodáit, úgy nevezte ezt Túrmezei Erzsébet, hogy ezek a csendes csodák. Csak az veszi észre, aki hisz. A többiek sorsnak nevezik, véletlennek vagy szerencsének, de mi, akik hiszünk, tudjuk, hogy az Úr cselekszi mindezeket. Higgyünk a feltámadottban, és adjuk tovább a jó hírt, hogy mindenki meghallja, hogy Jézus él, és elhozta számunkra az életet. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy feltámasztottad Jézus Krisztust, a te egyszülött fiadat a halálból, és nem engedted, hogy azt te szent fiad rothadást lásson, hanem zsengéje lett, akik elaludtak. Urunk, megköszönjük, hogy te élsz és uralkodsz. Élő Krisztusunk van, élő Úrnak mondhatjuk el imádságainkat, és te kész vagy azokat akaratod szerint meghallgatni. Urunk, azt kérjük, amit kértek a tanítványok is, hogy növeljed a mi hitünket. Növeljed a mi szeretetünket napról napra, hogy tudjunk benned élni, tudjunk hinni, és tudjuk ezt a hitet elmondani, továbbvinni, és ad, hogy a hit által tudjunk hozzád menni, és megerősödni. Így adunk hálát mindazokért, akik hisznek, és így könyörgünk azokért, akik még kételkednek, hogy a hit bizonyosságára ők is eljussanak. Így imádkozunk a betegekért, a gyengékért, az erőtlenekért, így imádkozunk a gyászolókért. Urunk, vigasztald meg a gyászolóknak a szívét, akik az elmúlt héten kellett, hogy megálljanak ravatal mellett, és így adj hitet és a reménységet nekünk, hogy te élsz és uralkodsz. Ragyog be a mi életünket azzal a fénnyel, amely ott ragyogott a feltámadáskor, az angyalok tekintetében, akik azt mondták, mit keresitek a holtak között az élőt, nincsen itt, mert feltámadott. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Kedves testvéreim, foglalja helyét a gyülekezet, és énekeljük a 459. dicséretünket az úrvacsoraosztás előtt. A 459. dicséretünk első verse így kezdődik.
az Isten bárányára letészem bűnöm én. Kedves testvéreim, megterítettük a kegyelem asztalát, jöjjetek, fogadjátok el, vagy újítsátok meg Istennek veletek kötött szövetségét, hogy élő közösségetek legyen Jézus Krisztussal és az ő testében, az egyházban egymással. Gyertek, álljunk fel, imádkozzunk. Urunk, ígéreted szerint légy jelent közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja meg szavadat. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorázok, ő pedig én velem. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a szentséges vacsorát. Elénkbe adja ezt Pál apostol, a Korintusba írt első levele, 11. fejezet 23. és következő verseiben eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, megtörte, hálákat adott, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat, minek utána vacsorált volna, és azt mondta. Ez az én vérem, mely ti érettetek, kiontatik. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és iszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, míg eljövend. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyen abból a kenyérből, és úgy igyon abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá, de amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne ítéltessünk. Kedves testvérek, bűnvalló imádságban csendesedjünk el eképpen. Urunk Istenünk, a te felséges jó téteményed láttán bűnbánatra indul a szívünk. Sokszor és sokféleképpen vétkeztünk ellened, Urunk. Cselekedettel, szóval, mulasztással, és vétkeztünk ugyanígy fele barátaink ellen.
Könyörülj meg rajtunk, Urunk, tisztíts meg minden bűntől. Áldunk, hogy megáll az ige, Jézusnak, Isten fiának vére megtisztít minden bűntől. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy ebben a bizonyosságban legyünk részesei a veled megkötendő szövetségnek. Atyánk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, bűnvalló imádságot tettünk, valljuk meg a mi hitünket az apostoli hitvallás hangos elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jól lehet, kedves testvérek, én a ti bűnvallásotokban, hitvallásotokban nem kételkedem. Mindazonáltal anyaszent egyházunk állandó gyakorlatának megfelelően néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre hallható szóval hitetek és meggyőződésetek szerint feleljetek. Azt kérdezem először. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Én ezt hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent, Istennek kedves áldozatul? Én ezt ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát, az igaz hit és bűnbánat feltétele mellett és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért. Amen. Most pedig, kedves testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép renddel. Kérem, foglaljon helyet a gyülekezet, így énekeljük a 459. ének második és ezt követő verseit. 459. ének második versét énekeljük tehát. Megtörve és üresen adom magam neki, hogy újjá ő teremtsen, az űrt ő töltse ki. Amen.
Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a szentséges vacsorát. Így éltek vele a tanítványok, az apostolok, így éltek vele a keresztények, elődeink, Isten kegyelméből így éltünk vele mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek keresztény rendeltetésetekhez méltóan magatokat, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei könyörületesek. Öltsétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus megbocsátott nektek. Istennek békessége uralkodjék szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. Gyertek, álljunk fel, imádkozzunk. Szent Háromság, örökké való Istenünk, hálaadással megköszönjük neked ezt a vendégséget. Köszönjük, hogy te vendégeltél meg bennünket, te ajánlottál és te szereztél szövetséget, és így újra vagy először betagolódhatunk az egyházi közösségbe, az élő közösségbe. Segíts úgy, Jézus, hogy hálaadással neked tetsző életet éljünk, megteremjük a hála jó gyümölcseit, családban, munkahelyen, ott, ahol vagyunk, élünk, szolgálunk, dolgozunk. Szeretnénk, Urunk, hálás, örvendező, benned bízó, életet élő, feltámadásített, igazán gyakorló testvéreid, embergyermekeid lenni. Urunk, öregekért, betegekért, szenvedőkért, gyászolókért imádkozunk. Imádkozunk településünk minden tagjáért. Imádkozunk a vezetőkért, imádkozunk országunk, népünk vezetőiért, az egész magyar nemzetünkért, határon túl és határon innen. Imádkozunk minden testvérünkért, akikkel összeköt a vér, összeköt bennünket, az anyaföld, a nemzet szeretete, tisztelete, megbecsülése. Segíts, Úr Jézus, hogy hűséged gyermekeid legyünk, és betöltsük szíved szerint küldetésünket. Atyánk, fiad Jézus nevében, lelked közösségében kérjük, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Imádkozzuk fennhangon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket, gondolatainkat Krisztus Jézusban. Amen. Kérem, foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, Istentől megáldott, boldog, békés, húsvéti ünnepeket kívánok minden kedves testvéremnek. Egész gyülekezet közössége nevében szíves szeretettel és tisztelettel köszöntöm Simon Mátyás, negyedéves teológia hallgató, legátus testvérünket. Kívánom, hogy érezze jól magát közöttünk, kívánom, hogy örömmel, hitelesen hirdesse a feltámadás evangéliumát. Ma 15 órától a gyülekezeti házban tartunk Isten tiszteletet, ahol legátus testvérünk szolgál. Holnap vasárnapi rendnek megfelelően
a templomban 10:30-kor, a gyülekezeti házban 15 órakor tartunk Isten tiszteletet, ezeken az alkalmakon is legátus testvérünk hirdeti Isten igéjét. Az elmúlt szerdán vettünk búcsút a temetőkertben Zán Sándor, 77 évet élt testvérünktől, aki a kis út 8 szám alatt lakott. A családnak Isten vigasztalását kérjük, a család Isten dicsőségére virágot adományozott az urasztalára. Ajánlom testvéreim szíves figyelmébe a reformátusok lapját, adakozást, alkalmainkat, iratterjesztést. Hadd hívjam fel minden kedves testvérem figyelmét, a konfirmációi istentisztelet május 28-án lesz a templomban. Megköszönjük testvéreink borítékos adományait. A szentjegyeket ajándékozták Juhász Ferenc és felesége, köszönjük szépen. Istentisztelet után a tanácsteremben lesz úrvacsora vétel ott lévő testvéreinknek. Megköszönjük a kántorizálást Kisné Füle Judit testvérünknek. Eddig 42 testvérünk úrvacsorázott húsvétkor, kórházban, idősek otthonában, háznál, tanácsteremben. Április 20-án, csütörtökön 19 órától presbiter bibliaórát tartunk. Április 27-én, csütörtökön 18 órától Domokos R. István presbiter testvérünk tart vetített képes előadást Arany Jánosról a gyülekezeti házban. Már most szeretettel hirdetem és hívogatom kedves testvéreimet, így készüljünk az április 27-i alkalomra csütörtökön 18 órától. A Biblia Szövetség csendes napjára Máté Szalkán április 29-én kerül sor, nem 22, 29-én kerül sor 10 órától az északi református templomban. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Énekeljük záró énekként, kedves testvéreim, a 446. ének mindkét versét. A 446. ének így kezdődik: Uram, bocsásd el népedet békével, üdvözítésed kívánt örömével.